Idén akár 200-300 minta is érkezhet az évtizedes hagyományra visszatekintő borszemlére határon innen is túlról. A szervező Eger Szoláti Olasz Riesling borlovagrend tagjai vallják, hogy az olasz Riesling mint hagyományos szőlőfajta érdemes a nemzetközi hírnévre. Ezt a hagyományt szerettük volna feléleszteni, mert volt egy ilyen bor, hogy Eger Szoláti Olasz Riesling. És akkor e neve már adott volt, az kellett hozzá, hogy legyenek olyan emberek, akik ennek a hírnevét tovább növelik, és szerencsére úgy látom, meg úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Nemzetközi 100 pontos rendszerben értékelik majd a borokat, hangzott el. A nemzetközi színvonalú megmérettetés hangulata mégis családias maradt a mai napig. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb hiány a mai világban. Ez a kis rendezvény, az Aranytőke Borszemle pedig számunkra a környéken élőknek, illetve a helyieknek egy nagyszerű dolog, hogy tényleg falujukért, maguk közösségükért, és ráadásul egy kiemelten egy egyedi szőlőfajtáját, az olasz rizlingét, valami áldozatot hozzanak. Az olasz rizling a Kárpát-medence egyik legfontosabb szőlőfajtája. Fontos továbbá, hogy méltó módon vigyék a hírét Magyarországon és külföldön is, mondják a szervezők. Ezért jó lenne egy vonzó, érdekes üzenetet megfogalmazni a magyar borokról és a rizlingről is, hangzott el.